Bocsánat, hogy elforult. Csak mai nap fogása. Nyugi. 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 Nyugi, nyugi, nyugi. Nyugi. Ezek, ha innen simogatlak, ez tetszik. A másik kezem az már nem, ugye? Na, gyere, próbálj felállni, segítek. Próbáld a szárnyaidat szárítani. Ne sírjál még. Azaz, opsz. Próbálj megállni egyenesen. Hát nehéz lesz. De kitartunk mellette. Ne fenyegess, csak simogatlak nyugodtan, meg segítek felállni. Nagyon komoly füstölős kapást okozott a kicsike, amúgy beleakadt a damilba. Így egy komoly fárasztás volt. Aztán veszélyes fegyver. Ez a csőr. Hát szerintem majd szépen meg pihen, erőt vesz és majd el fog repülni. Közben itt a spori, az fogja a halat amúgy. De azt hiszem, hogy most sokkal szebb látvány. Ez a kis szürke gém. Na, mekkora? Ránézzünk a halacskára is. Tartsd fel! Oda fordítom a kamerát, emeld fel! A sporinak a hala közben. Szép. Oké, vissza. Hát még vizes ugye, hát ha megszárad, meg próbálom azért kicsit nyüstölni, hogy keljen fel és kelj fel és járj. Igen. Fárasztottam. Na, gyerünk, próbálj felállni. Azaz. Úgy. Bele ne ess a vízbe. Nagyon előre mész, akkor... Na, hoppá.
Ne menj annyira előre, mert az neked se jó. Azaz, próbálkozz. Ez az, már egy kicsivel jobban látni, hogy szeretne valamit. Azért. A kutyának is tetszik a helyzet. Nem fióka, ő egy kifejlett szürkegém. Na, most már kezd ereje lenni, most már. Már nem. Suzi, te menjél vissza. Szia. Gyere, próbálj felállni úgy, ahogy az előbb az úgy már jó volt. Gyerünk, hájj fel! Az a baj, hogy elfáradt tulajdonképpen szegénykém. Ugye a Damilba gabajodva lett megmentve. Úgyhogy most éppen gyűjti az erőt, hogy jó legyen. Te adok neked snöcit, meg eszed? A kezemet már nem akkora búbitáját, ő is már tolja, de közben azért... Jó kis. Ha megmentettelek, ugye nem fogod bántani a halaimat. Elmész inkább az élő tiszára. Na jó, az élőadás az folytatódik ott a pecatv.eu oldalon. Reménykedünk, hogy szépen feláll. Ha már nem, mint a TikTokot rakom oda, és akkor ti maradtok itt élőadásba. Innen elköszönök a Facebookról, sziasztok! Az, hogy a Damilba belegabolyodott, és ezért úgy kellett ki húzni, vonszolni, az történt vele. És elfáradt. Úgyhogy most erőt kell gyűjtenie, hogy újból el tudjon repülni.
elmondtam, jó? Próbálkozik, de Suzi, nem. Szóval próbálkozik, de még kell az erőt gyűjteni. Azért mondjátok, hogy milyen jó nevelt kutyám van. Arra nem lesz jó. Inkább itt. Nincsen eltörve neki. Inkább csak szerintem el zsibbat, vagy el van gémberedve. Mert ugye azért a damilban esélye nem volt, hogy eltörjön. El van fáradva. Látjátok a lábat, szárnyát is mozog. Kezd erőre kapni. Szeretném, hogyha megszáradna, mert ugye vizes. És ez a madár, ez nem jó, hogyha vizes. És az a baja. De már fog a lábával. Nem egy rossz. Ez azt mondta, hogy nincsen eltörve. Másik lábot, hagyja. Másikat. Azt is kicsit mozgassuk meg. Próbálsz megállni? Várjál még. Ne nyisd ki a szárnyadokból, nem biztos, hogy jött teszel. Így. Próbálj megállni, rakd le a másik lábadat is. Le fogsz dicsni. Ha elengedlek, akkor elbicsapsz. Na nézd, lassan engedlek. Rakd le a másik lábadat is. Mondom, hogy elbicsapsz. Úgy. Azaz szépen, indulj el, ez az. Óvatosan még. Óvatosan járjál. Szép óvatosan. Egyre jobb leszel. Igen, berúgott ki tényleg olyan, mint a részeg a madár, mi?
erősödjél. Köszönöm a követéseket, meg a nézést. Szia, Pita! Azaz, hoppá, vigyázz az ott beton. Nem tudom, csináljuk róla egy... Á, nem használom ki a helyzetet. De mellé rakok egy boros pohalat, azt... meg egy üveg bort. Kezd már jó lenni, az amelyik már támad. Hogy oda csapott? Mondja előre, ka. Azaz, sétálj. Sétálj, mint valami részeg. Na, összejön. Összejön. Belemész a vízbe, megint ki kell mentenelek. Te hülye madár. Hát ott tó van. Még a tyúkra mondják, hogy tyúk eszi. Csak már azt hitted, hogy már el tudsz menni, mi? Ne szórakozzál, mert így mentelek meg. Nézd a kezem. Ezt a kezem is. Ezzel simogattalak, tudod? Így. Kérek, kiszednek a vízből, jó? És ne a víz felmenni. Nem arra. Mert ez így nem jó. Ne a víz fele gyere, arra menjél. Na, azért a lufit azt nem kéne megenni. Kivettem a szájából a lufit. Igen. Próbálom a napra kiterelni. Ne menj nagyon el, még erősödjél. Gördeszkázni nem kéne még ilyen állapotba.
Istenem, most leszarod itt az, itt az utat. Hát, ne bújj el, celeb lettél. Kukucs, látod? Én nem is tudok jönni. Te még nem ismered ezeket a dolgokat. Így rögzítve, majd most le van gyengülve, de már egyre jobb állapotban van. Nem kell hívni a madármentőt, Attila. Teljesen fölösleges. Mire kiérkeznek, addigra ő elmegy. Amúgy meg ő nem egy védett faj. De a madármentők nem biztos, hogy foglalkoznak vele. Annyi, hogy egy kis erőre kell kapnia, és már is jó lesz minden. Lábottal erősödjék. Nézem, akkor van szorításuk. Jó. Na, aki itt nézi az adást, az megláthatja, hogy mikor fog. Ahogy még másnapos, igen.
Jöjjön a nagyobb! Na nézzünk rá a madár! Oh, nyugi! Ennyire nem kellett volna elrohanni. Szuzi! Egész jó állapotban van, úgy érzem. Ne menj megint a vízbe, hello! Úgy ott jó helyen vagy. Erősödjék! Ha támadnak, akkor a nyakát is elvágnám, csinálnak belőle a pörköltet. Hát eddig a mai nap eddig legfurcsább fogása volt. Ugye egy elég komoly behúzós, vagy egy füstölős kapással lett elkapva. Kicsit kifárasztottam, akkor még lábra nem tudott állni. Most már a saját lábán áll, de még mindig részeg. Bele ne essél megint a vízbe. Szuzi, gyere el onnan. Gyere, gyere. És már megint a vízbe van. Gyere ki a vízből. Úgy. Nagyon komolyan elhúzta. De legalább szép felvételeket tudtam csinálni. Erről a szürke gémről. Na, mindenkinek további szép napot kívánok. Köszönöm a szurkolást. Még azért egy madárt, vagy madár rajt nézzünk meg, a kis kacsákat.
cukibogyók ők is. Sziasztok!